A Kodolányi János Egyetem az 1994-95-ös tanévben elsőként indította el kommunikáció és médiatudomány szakos képzését. Ez akkor történelmi jelentőségű volt, hiszen Kelet-Európában BBC nézőpontú újságírást még senki nem valósított meg. A szak már kezdetben nagyon népszerűnek bizonyult, majd évről évre egyre több diák választotta azt a felvételi eljárásban. Az együttműködést a Kodolányi János Egyetem részéről Vizi László Tamás megbízott rektor látta el kézjegyével, aki úgy fogalmazott, az új tulajdonosi kör számára egyfajta misszió, hogy az évek alatt Budapestre áttelepített kommunikációszakot visszahozzák és magasabb szintre emeljék a koronázóvárosban. A Kodolányi János Egyetem egy székesfehérvári alapítású, székesfehérvári székhelyű magánfelsőoktatási intézmény, kézenfekvő, hogy az itt lévő képzéseket, az itt lévő oktatást, azt magas színvonalon és minél nagyobb létszámban idehozzuk. Megadjuk azt a lehetőséget, hogy az itt élő, az itt végzett, itt érettségiző fiatalok itt Székesfehérváron folytassák felsőoktatási tanulmányaikat, és ezt követően itt maradjanak, és ezt a várost gazdagítsák, ezt a várost erősítsék. A megállapodást a Fehérvár Média Centrum részéről Hagymási András ügyvezető igazgató írta alá, aki kiemelte, a Média Centrumnak az egyik legfontosabb feladata az utánpótlás képzés, hogy egy minőségi újságírói bázist tudjanak kiépíteni. A Fehérvár Média Centrum vezetőinek és munkatársainak köre javarészt a Kodolányi János főiskolán, aztán később az egyetemen szerezte a diplomáját és a szaktudását, ezért egy nagyon régi, több évtizedes kapcsolat van a fehérvári sajtószakma és az egyetem között. Ennek az együttműködésnek a megerősítését írtuk ma alá a rektor úrral, hiszen két területen is erősítjük a közös munkát. A megállapodás szerint a hallgatók kötelező szakmai gyakorlati idejüket töltetik a médiacentrumban. A választott szakirányuknak megfelelően megismerkedhetnek a gyakorlóhely működésével kapcsolatos legfőbb munkaterületekkel, valamint jártasságot szereznek az egyes munkafázisokban. Emellett a kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatók az egyetem rádió stúdiójában heti rendszerességgel készítenek 15-20 perces rádióműsort, amit a médiacentrum által üzemeltetett Vörösmarty rádió rendelkezésére bocsátanak majd.